Több új csomóponttal, megváltozott forgalmi renddel és szabályozott kereszteződésekkel bővült Kecskemét úthálózata. Az autóvezetésben egy-egy még folyamatban lévő építkezés vagy ideiglenes forgalomkorlátozás is gondot okozhat. Megkérdeztük a kecskeméti sofőröket, hogy hozzászoktak-e már az új közlekedési helyzetekhez, hasznosok-e az új körforgalmak. Hasznos lenne, ha tudnának benne közlekedni. Ez a véleményem. Mert nagyon sokan nem tudnak a körforgalomba közlekedni. Nem tudja, hogy hol kell kijönni, bemenni, várja addig, még el nem fogynak szembe, el nem indul. Az a tapasztalat, hogy talán mindenki nem tudja jól használni, mert mindig azt látom, hogy a külső sávba próbál mindenki besorolni. Ezáltal a turbósága valószínű, hogy lassulása lesz így igazából eredményes. Az autóvezetés egyik fő szabályát az újdonságok ellenére is mindig be kell tartani. Nagyon fontos az, hogy akár idegenként, akár megszokott közlekedőként járunk Kecskeméten, ne rutinból vezessünk semmiféleképpen sem. Ilyen új csomópontoknál ki szokott lenni rakva egy forgalomrendváltozás tábla, érdemes komolyan venni, mert utána ugye olyan helyzetbe kerülhetünk, ami kicsit idegen még számunkra. Füredi Tamás azt tanácsolja, hogy kezeljük újként a megszokott helyeket is, hiszen nem tudhatjuk, van-e változás az adott kereszteződésben az elmúlt nap óta. Az állandó változás jelenleg leginkább a Margaréta körforgalom környékét jelenti, mivel a munkálatoknak és a forgalomnak megfelelően változik, melyik ívet használhatjuk, illetve hogy működik-e lámpás irányítás vagy nem. Ráadásul a hosszú átengedési idő miatt megnövekedett a forgalom az Izsáki úton, ahol szintén van egy új lámpa. Első látásra pedig a Bemutcai körforgalom is feladhatja a leckét. Maga ez az úgynevezett turbó körforgalomnak a átlátása nagyon sokaknak nehéz, mert már a behajtáskor el kell dönteni azt, hogy merre akarunk tovább haladni, ugye ezt táblák jelzik előre. Itt is már ennél a körforgalomnál is láttam olyat, hogy aki a külső sávba szeretett volna menni, valahogy betévedt már behajtáskor a belső sávba, és akadályozva ezáltal ugye a belső sáv forgalmát. A táblák mellett az útburkolati felfestések segíthetnek még az autósoknak az új csomópontban. Ennek ellenére stábunk is több olyan helyzetet rögzített a Szolnoki úti aluljárónál, amikor fölöslegesen vagy többször váltottak sávot a sofőrök. A figyelem mellett egy másik fontos dologra is szükségünk lehet az utakon, a türelemre.